Vettem Lipcsik Ali a csatából. Lejátszottatok az első meccseteket itt a Basket Duel Super Challenge-en. Milyen volt ez? Picit nagy különbséggel kaptatok ki, de azért mégis hogyan emlékszel erre a meccsre vissza? Hát mi ugye egy évvel fiatalabbak vagyunk, és szerintem ahhoz képest egész jól küzdöttünk, meg nyilván magasabbak is voltak, meg erősebbek, de azért vagyunk itt ugye, hogy gyakoroljunk, meg nekem igazából tetszett, szóval az is a lényeg, hogy élvezzük, és nekem tetszett igazából. Mikor kezdtél kosarazni? Ez a negyedik évem. Kezdtél a csatában? Nem, játszottam még a kaszásoknál, de aztán átjöttünk ide. És miért döntöttél úgy, hogy a csatában folytatod? Hát, mert ott nem úgy annyira volt kemény az edzés, szóval itt gondoltuk, hogy jobban tudunk fejlődni, meg ott úgy volt, hogy én a nővéremékkel játszottam, mert ott még úgy olyan csapat úgy nem volt még, ami úgy a korosztályon meg ilyenek, és hát jöttünk is, itt meg úgy megismertem a csapatot, meg ilyenek. Van kedvenc játékosod? Hát a NBA abból a csatából szeretem a Mányokit, a Bettit és a Leliket. Meg a Barbit is. Vagy igen. Mi a célod a kosárlabdával hosszú távon? Mit szeretnél elérni? Hát én szeretnék válogatott játékos lenni. És igazából én ezt felnőtt koromban is szeretném még csinálni. Van bárki a családodból, aki kosarazik vagy kosarazott? A szüleim kosaraztak, de csak az iskolában. Hát kívánunk neked sok sikert, és köszönjük szépen az interjút.